Na gyerekek, hát sajnos ilyen szemetes résszel kezdünk. Tisztázzunk valamit, itt vagyunk a 3-as villamos vonalán, és nem fogunk ma ellátogatni Felcsútra. Ezt már megtettem egyébként, van is videóm, ugye a Felcsúti kisvasútról Rikárival csináltuk, ezt valamelyik sarokba megtekinthetitek. Tehát olyan szempontból mondom ezt, egyrészt ez egy véleményvideó lesz, nagyon fontos. Hogyha ezt valaki nem szereti, mert tudom, hogy van, aki nem szereti, akkor ő, neki ezt a videót nem ajánlom. Ellenben ajánlom a tegnapi két részes, és majdnem egy órás így a két rész vonalbejárós videómat, ami a 142-es Lajos-Mizsai vasútvonal szellem szakaszáról lett készítve, az összes megállót bejártuk, és hát sajnos a YouTube rendszer olyan rendes volt, hogy nem igazán küldte ki az értesítéseket, erről ti ugye szavazást bocsátottam, és hát 44% az 1300-400 szavazatból azt mondta, hogy ő rohadtul nem kapott értesítést, és nem is tudta, hogy van videó. Úgyhogy akkor itt tájékoztatlak titeket, remélem, hogy legalább erről küld értesítést, hogy igen, van videó, srácok, nézzétek meg a tegnapi videókat. Na, akkor próbáljunk objektíven beszélni, ugye a Felcsúti kisvasút hosszabbításáról ez a hír, ma több hírportál is lehozta ezt a hírt, és hát nyilvánvalóan ugye ez ilyen politikai kérdés és egyben meg politikai sztori, ugye a Felcsúti kisvasútról nem lehet úgy beszélni, hogy a politikát ne hozzuk szóba. Én tisztázni szeretném, hogy én nem vagyok egyik pártnak se az elkötelezett híve, ellenben mindig elmentem szavazni eddig az életem során, bármilyen szavazásról is lett, vagy van, lenne szó. És azt is elmondom, én nem titkolom, hogy több ízben más pártra szavaztam, tehát nincs kimondottan egy olyan párt, amire én azt mondom, hogy én állandóan leteszem a voksomat. Én általánosságban nem pártokra, hanem programokra szavaztam eddig, tehát megnéztem a programokat, amit szerintem sokan nem tesznek meg, és én programra szavaztam. Tehát nekem aztán tök mindegy, hogy Jobbik, MSZP, SZDSZ, ami már nem is létezik, vagy LMP, vagy Fidesz, teljesen mindegy nekem. A program, meg az, amit akarnak, meg amit valóban meg is tesznek, az legyen olyan, ami az embereknek jó, és előre viszi az országot. Én ezt csak azért mondtam el, mert nyilvánvalóan a Felcsúti kisvasútról beszélni, némileg politikai kérdés is egyben. És közben úgy voltam vele, hogy erről a témáról beszélnék otthon is, de akkor már kijövök egy autentikus környezetben, és ha nem is kisvasút, de villamos mellett sétálgatunk. Egy villamos vonal mellett sétálgatunk. Mi a véleményem a Felcsúti kisvasútról? Objektíven, semmilyen politika, semmilyen utálat nincsen bennem a Felcsúti kisvasúttal kapcsolatban. Objektíven az az én véleményem, hogy jelen helyzetben egy használhatatlan, értékelhetetlen, élvezhetetlen, turisztikai célt abszolút nem szolgáló és vacak kisvasút. Ez az én objektív véleményem, tehát semmilyen politikai behatás nincs ebben a véleményben, és persze alá is támasztom, hiszen utálom, hogyha egy adott ember mond valamiről véleményt, és utána nem támasztja azt alá, alá is támasztom. Pár kilométerről beszélünk, azt hiszem 4-5 kilométerről beszélünk, vagy 6, nem tudom, de tényleg tehát pár kilométerről beszélünk, nézzétek meg a videómat, érdemes, valamelyik sarokból ott lesz. Pár kilométerről beszélünk, megy a pusztán, házak mellett, ott a Felcsút, meg a Pancsó Aréna mellett a kisvasút, semmilyen látnivaló nincsen, tehát turisztikailag én szerintem egy kisvasút akkor szép, hogyha, mint a gyermekvasút, mint a Királyréti vasút, kisvasút. Tehát ami tényleg turisztikailag egy szép helyen megy, látványos, és most egy kicsit, ne haragudjatok, megszakítom itt a videót, és mindjárt folytatjuk. Na, bocsássatok meg, csak hívásom volt, és ez olyan hivatalos hívás volt, amit nem tehettem meg, hogy nem veszek fel, és már több ízben hívott a videó alatt, úgyhogy folytassuk. Tehát turisztikai értéknél tartottunk, semmiféle turisztikai értéke nincsen jelenleg a Felcsúti kisvasútnak, tehát hogy egy nagyon-nagyon rövid táv, kevésbé hiszem azt, hogy túl sok ember választja egy hétvégi programnak gyerekekkel, hogy kimenjen, és erre a hát nem is emlékszem hány perc volt a menetidő, de ez a 15-20 percnél nem több menetidejű valamire felszálljon, ahol aztán utána nem is lát semmi érdekeset, sem látványosságot, sem pedig még az se, hogy mint egy gyermekvasútnál, hogy ott se látsz olyan látványosságot, hanem maga a természet, a környezet, amiben mész, az ad valami olyan érzést így a vonaton ülve, amiért tényleg azt érzed, hogy igen, érdemes volt eljönni, és egyáltalán a gyermekvasút legalább vezet valahonnan valahova. A Felcsúti kisvasút nem vezet se onnan sehova igazából, tehát hogy ez egy óriási probléma.
én mondom, maradok objektivitásnál, egyszerűen nem látom az értelmét így jelenleg a kisvasútnak. És akkor most fogtok meglepődni, ugyanis a hosszabbításra azt tudom mondani, hogy Bicskéig mondjuk, hogy na igen, tehát akkor azt mondom oké. Okay. Tehát, hogyha ez Bicskéig elkészül, akkor egyrészt van egy nagyvasúti kapcsolat, amit úgy értsetek, hogy esetlegesen a megközelítési pont is kényelmesebb és funkcionálisabb. Ugye leszálltok a nagyvasútra, átszálltok erre a kisvasútra, akár még funkciója is lehet, hogy ugye bemenjetek a településekre onnan, és jó az átszállás, már ha ugye így terveznék meg a kisvasútat. Másrésztről pedig legalább egy táv. És azért ott már vannak szép helyek, látványosságok, lehetne azt a vonalat ugye úgy vinni, ugye azt sem titok, hogy ez egy végül is egy meglévő, régen meglévő vasúti vonalnak ugye a újra élezgetése, ugye a jelenlegi szakasz is egy ilyen, és ugye az eredeti tervek is végül is arról szóltak, hogy Bicskéig kimenjen ugye a vonal azon része. Úgyhogy lehetne ezt ide-oda dologatni, meg ide-oda kivinni, mind a két irányból lehetne ide-oda viszegetni a vasúti vonalat, és talán több értelmet, több funkcionalitást nyerne az egész vasúti vonal. Erre viszont azt tudom mondani, hogy át kell gondolni, hogy mi az, ami... És ezt most csak egy átlag utas szemmel mondom, tehát semmi több nem vagyok, arra nem tudok átmenni, mert vágányon nem sétálgatunk itt. Itt meg egy nagy fa van. De itt alig van autós közlekedés, úgyhogy tudunk itt sétálni. Na, szóval át kell ezt gondolni, hogy elköltöttünk valamire kurva sok pénzt. Hú, elnézést, nem szoktam csúnyán beszélni, de most kiszaladt, és ezt most nem fogom már újra felvenni. Szóval elköltöttünk valamire baromi sok pénzt, és el kell dönteni, hogy akkor ezt most elveszni hagyjuk, és épült egy olyan kisvasúti hálózat, ami jelenleg az üzemeltetési költséget sem tartja fent a bevételeiből, ugye, és milyen bevételekről beszélünk, hát a jegyeladás. Tehát közelében nem vagyunk, hogy az üzemeltetést jelenleg a kisvasút ellássa abból, hogy a befolyt jegybevétel, meg a esetleges ott olyan relikviákat lehet vásárolni, tehát ez egy nevetséges összeg. Azt is tudni lehet statisztikailag, hogy nagyon kevesen használják a kisvasutat. Statisztika szerint állítólag ez a kisvasut nem a legutolsó a kisvasutak listáján használat szempontjából, de én a statisztikával meg úgy vagyok, hogy én nem szoktam hinni ezeknek a nagy statisztikáknak, mert ezeket úgy manipulálják, ahogy csak akarják. Én amit tapasztaltam, hogy valóban nem sokan használják, de hát mire? Mire használnák? Tehát, hogy még ezt mondom, semmi élvezeti faktora nincs, nem vezet sehonnan, sehova, és azért a pár kilométer kisvas utazásért nagyon kár leutazni oda. Nem egy családi program igazából, tehát semmilyen értelme nincsen. Mondom, jó példákat tudok felhozni, gyermekvasút, királyréti kisvasút, ezeknek van értelme. Előbb raknám rendbe a kecskeméti kisvasutat, annak is több értelmét látom, bár hozzáteszem turisztikai értékét, vagy turisztikai értéke, annak se sok van igazából. Ott van Kecskemét alsó mellett, ami egy nem jó nagyvasúti kapcsolat, olyan szempontból, hogy jelenleg Kecskemét alsón, ugye ez közel áll a tegnapi videókhoz, amiket mondtam is az elején, Kecskemét alsón jelenleg a személyforgalom az napi két pár vonatban vége szakad, tehát hogy nincsen egy jó kapcsolata. És erre mondom azt, hogy ha úgy döntenek, hogy még rááldoznak rengeteg lóvét erre a vasútra, és kiviszik Bicskéig, akkor legalább lenne egy jó nagyvasúti kapcsolata ennek a kisvasútnak, ami minden szempontból jövedelmező lehetne, és nem csak turisztikai értéket nyerne így ez a kisvasúti vonal, hanem akár funkcionális is lenne, és lehet, hogy sokkal többen használnák, sőt, ebben biztos vagyok, hogy sokkal többen használnák. Kérdés az, hogy mennyire fontos ez, mennyire kell erre még több száz milliót elkölteni, és hol áll ez a fontosság és sorrendben. Szerintem egyébként nagyon-nagyon a végén, szinte sehol, mert semmilyen értelme nincsen szerintem. Jelenleg ennél sokkal nagyobb közlekedési kérdésekben kellene rendbe rakni akár a kisvasúti, magyarországi kisvasúti hálózatokat, vagy hálózatot, akár a nagyvasúti hálózatra is lenne hova pénzt fordítani. Nem gondolom, hogy éppen a Bicskéig való kisvasúti meghosszabbítás az olyan
eszméletlenül kulcsfontosságú kérdés, úgyhogy ez az én véleményem egy átlag utas szemével, objektíven, semmi politikai visszhanggal, vagy semmi politikai utálattal, illetve ellen példával, plusz szeretettel, vagy ilyen fanatizmussal megfűszerezve. Ezt így objektíven nekem ez jön le erről az ötletről, ez jön le erről a tervről, hogy nem biztos, hogy ez olyan baromi fontos, viszont nem is feltétlenül haszontalan, én ezt mondom. Úgyhogy véget ért itt a 3-as villamos pályája olyan szempontból, hogy most nem tudunk tovább gyalogolni, mert már kiérünk itt a autópálya felvezetőhöz. Úgyhogy én megköszönöm nektek a figyelmet, én azt gondolom, hogy mindent elmondtam erről, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, vagy ha nem értetek egyet, akkor nyugodtan lehet velem vitatkozni, azt mindig szeretem lent a komment szekcióba, ha támogatnátok PayPal, Patreon, a leírásba, Facebookos csoport, e-mail cím, szintúgy. Találkozunk legközelebb, addig is megköszönöm nektek a figyelmet, és nézzétek, ott egy oszlop csonk, de erről már volt szó a videóban, közben egy kaff, úgyhogy ezzel megköszönöm a figyelmet, sziasztok!